Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A titkok éjszakái már elkezdődtek, és január 5-én az utolsó napnál tartunk, tehát ez most lezárul. Ezek a jó szellemek éjszakái. Ahogy átéled ezt a napot, tehát január 5-ét, ezeket az eseményeket, kapcsolatokat, hangulatokat automatikusan átviszed december hónapra. Ezen az éjszakán is tartok egy szertartást. Itt annál a témáról van szó, ami mozog. Amikor úgy érzed, hogy kell a mozgás, fontos, hogy előre menjenek az események, de mindaz, ami a mozgással összefüggésben áll, kihat erre az energiára. Ez lehet egy utazás, ez lehet sporttevékenység, ez lehet autó, vagy jogosítvány összefügg a mozgással. Ezek lehetnek változások, munkahelyi változás, vagy költözködés. Ennek az energiának, ennek a szertartásnak van gyógyító hatása is, amikor a mozgásról van szó, vagy csípős megbetegedéseknél. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak ezekre az eseményekre, vagy december hónapra a kártyák. Itt látható a nap sikereket hoz, megvilágít valamit, megvilágítja az élet utadat, megkönnyíti azt, hogy milyen irányba tekints, milyen döntéseket hoz. Itt a nap felett látható Justícia istennő, aki utal igazságra vagy igazságtalanságokra. Ez lehet egy bírósági ügy is, mivel itt a nap megvilágít valamit, kiderül az igazság. Ez lehet egy olyan helyzet is, ami eddig igazságtalannak tűnt, de látható, hogy a nap sikereket hoz ebben az esetben is, megvilágít valamit, és kiderül az igazság. Itt a 10-es szám utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik az életedben. Ez lehet egy munkahelyi változás is, hiszen az érmék láthatóak utalnak az anyagiakra, rendezed az anyagiakat, és kihat a munkára, a hivatásra is. Mivel itt látható egy szerelmes pár jelenthet egy párkapcsolatot is, és az érmék utalnak anyagiakra, vagy a biztonság érzetére, hiszen itt rendezni fogod a dolgokat. Az a fontos, hogy a jelent éld, hiszen itt látható egy gyermek, egy idősebb úr, egy fiatal pár, ez utal a múltra, utal a jövőre és a jelenre. Ha a jelent éled, akkor sokkal könnyebb rendezni a dolgokat. De azért légy kicsit óvatos, hiszen vannak igazságtalanságok a környezetedben, és hogy miről van szó, ezt jelenti itt a kártya. Mások úgy figyelgetnek téged, és úgy bánnak veled, minthogyha te egy diák lennél. De te nem a diák vagy, hanem a mester, hiszen itt van egy mesteri alkotás. Mások úgy kíváncsian tekintenek ebbe az irányba, mert tudni akarják azt, hogy mit, hogyan teszel. Lehet az is, hogy kicsit irigyek rád. Nem mondják meg, hogy te jól csinálod a dolgokat. Lekicsinyítenek téged. De légy magabiztos, ne foglalkozz ezekkel a személyekkel. Sőt, itt ez a tolvaj eltávolíthatja ezt az eseményt, vagy ezeket a kapcsolatokat. Amit a tolvaj még jelenthet, hogy ők figyelgetnek téged, és ellopják az ötleteidet. Vagy rabolják az idődet, vagy az energiádat.
De ez lezárul, hiszen ez a kártya, a halál lezár bizonyos eseményeket vagy kapcsolatokat. És akkor látható itt az egész világ, ez a te világod, és te fogsz uralkodni a te saját környezetedben. Persze ez a világ jelenthet külföldi kapcsolatokat, utazásokat, ez lehet internetkapcsolat is. Valaki gondol rád a múltból, mert ez a kártya jelenti a múltat, és a kelyheknél érzelmekről van szó. Ez lehet egy szerelmi kapcsolat is, hogy valaki visszatér a múltból, nagyon romantikus a helyzet. Lesznek változások, hiszen itt elhagyod az egyik partot, és utazol. El akarod érni a következő partot. Az még nem látható, ez elbizonytalanít egy kicsit téged, de az irány fontos. És a te helyed, légy te itt ez a királynő, foglald el a helyedet az életben. Itt megint az érmék láthatóak, az jelenti az anyagiakat, az anyagi biztonságot, vagy a munkahelyedet, a hivatásodat. Itt trónolsz, tehát légy magabiztos, nem a diák vagy, hanem a királynő vagy. Azon kívül jelenteti a biztonság érzetét is, vagy a föld elemét, hiszen az érmék szimbolizálják a föld elemét, ahol reális dolgokról van szó. Hiszen egy álom, egy elképzelés megvalósulhat, mert az érméknél reális dolgokról van szó. Valami még fogva tart itt téged. Szűkös a helyzet. Ezek lehetnek félelmek, bizonytalanságok, bizonyos kapcsolatok vagy egy helyzet, amiből szeretnél kilépni. Megvan hozzá a bátorságod, az erőd, itt előre mennek az események, a gyermek utal egy sikeres új kezdetre, és itt látható ez a felszabadulás. Lesznek változások, én úgy gondolom, minden élet területén, és úgy fogsz dönteni, ami kellemes számodra. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrel!